El szoktam azt mesélni, hogy van egy neves írónk, aki főleg a természettel kapcsolatos könyveket ír, és gyerekeknek is sok könyvet ír, úgy hívják, hogy Schmidt Egon. Isten éltesse még most napjainkban is, a nagyon idős már Egon bátyánk, de jó erőben van. És ő a 70-es években írt egy olyan című könyvet, hogy hová mennek, honnan jönnek vándormadaraink. Ugye egy kérdésfeltevés, erre valójában válaszolni kell. És az egyik első módszer, ami a válaszadást segíti, az a madarak megjelölése. Tehát, hogy én tudjam arról, hogy az én madaram, amit megjelölök, az hová megy el, de ezt valamilyen módon meg kell jelölni. És nagyon-nagyon régen, 1899-ben egy dán tanárember, úgy hívták, hogy Mortensen, ő találta ki ezt a madárgyűrűt, ezt a gyűrűt, és ő jelölt először madarakat, és bevált a módszer. És azóta tömegesen alkalmazzuk a madarak jelölésére a gyűrűzést. Az apró énekes madaraknál nem is nagyon van más módszer. De hát így akkor megfogjuk, megkapja a gyűrűt, fölvesszük a jegyzőkönyvet, ugye méreteket is veszünk róla, többek között a tömegét is megmérjük, hogy lássuk azt, hogy ha esetleg mi itt fogjuk vissza a tábor alatt, akkor hízott, nem hízott, fölkészült-e a repülésre. De hát másodt is ezt meg lehet tenni. És akkor ugye bekerül a jegyzőkönyvbe, és akkor ez az egész adathalmaz pedig a Madártani Egyesület központjába kerül rögzítésre. És hogyha külföldön vagy bárhol megfogják itt nálunk az országon belül, akkor a gyűrűszám alapján rögtön lehet tudni azt, hogy hol, mikor kigyűrűzte ezt a madarat, és akkor lehet látni, hogy hová mennek, esetleg honnan jönnek vándormadarak, egyáltalán vándor-e az a madár, az is csak gyűrűzéssel derül ki, hogy elvonul, nem vonul. Itt a Vörösbegyet ugye meggyűrűztük, kiderül, hogy itt tölti a telet Magyarországon, majd tényleg elvonul. Ugye a fakusz is egy állandó madár, de mennyire állandó, mennyire területtartó? Néhány kilométerre megy csak el, vagy 10-20-50-100 kilométert is megy el? Ezt csak a gyűrűzés segítségével tudjuk kideríteni. Azt, hogy visszatérnek-e a költőhelyre, illetve ahol megfogtuk őket, tehát azt is a gyűrű segítségé lehet megállapítani. Meg hát azt is, hogy meddig élnek a szabad természetben. Ugye megkapja a gyűrűt, azt látjuk, hogy főleg ezeknél a fiatal madaraknál idei madarak, tehát azt nem tudjuk, hogy melyik napon kell ki a tojásból, de hogy idei, azt tudjuk, és akkor látjuk, hogy legalább az, hogy mennyi, hány évig él, illetve a gyűrűzés után még mennyi ideig élt, úgyhogy ezt is a gyűrű segítségével tudjuk meg. És ő csak május elején érkezik még Afrikából, és amikor megérkezik, akár városi parkokba, leggyakrabban ott hallhatjuk őket. Itt közelben például Szombathelyen a Gyöngyös patak menti parkokban hallhatjuk az énekét, és amikor megérkezik Afrikából, valami ismeretlen hangokat hallunk, amiket még ott tanult meg, ott utánozott, azt itt még előadja. Aztán persze megtanulja a környezetében élő más madarat hangját, és akkor azokat kezd el utánozni, és rendkívül változatos, érdekes az éneke. Nekem a dámat. Tehát hogy hívják? Ki jelezte meg? Gezel. Ugye teljes néven többféle gezel van, tehát ő a kerti geze, nálunk ő a fészkelő gezefaj. A kerti geze. És a lábam ilyen ólomkék színe jellemző. Tehát van, amikor a lombozatban figyeljük a mozgását, akkor sokszor az segít a meghatározásában, mert nem mindig látjuk jól, hogy miféle madár, de ezeket az ólomkék színű lábakat meglátjuk, ott tudhatjuk, hogy ő a geze. Ő a széncinege, tehát ő a leggyakoribb, legáltalánosabban elterjedt cinege fajunk. És itt látunk a sárga, a zöld, meg fehér szín mellett, hogy a feketét benne, és látjuk, hogy a hasán, a lába között egy fekete sáv húzódik végig. Ennek a szélessége alapján tudjuk megmondani, hogy fiú vagy lány. Hát ő egy fiú. Tehát hím, madarász nyelven hím széncinege. Ez a zöld dolmány, ez nagyon jellegzetes, meg ez a fekete-fehér mintázat.